Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava média csatornát nézitek. Ma egy új termékkel, egészen pontosan egy hosszú távú teszttel jelentkezünk, mégpedig az AEG QX9 kötőjel, egy kötőjel Anim nevű morzsaporszívó kábel nélküli botporszívójáról fogok nektek beszélni. Jelenleg 6 hónapja használunk egyet, mint a lakás fő Porszívója. El fogom nektek mondani, hogy mi a jó benne, milyen hátrányai vannak, hogy vennék-e még egyszer, és ajánlám meg bárkinek a nézők közül. Úgyhogy, ha érdekel a téma, akkor vágjunk bele, induljon az intro, ami alatt meg tudjátok nyomni a feliratkozó gombot és a like gombot, ami nekünk nagyon segít. Tehát csapjunk bele. Tehát ma bemutatom nektek, hogy mit tud ez az AEG QX9 kötőjel, egy kötőjel anim típusú porszívó, botporszívó, mire jó, mire nem jó, milyen hiányosságai vannak, és a végén pedig elmondom azt, hogy én magamnak vennék-e, vagy nektek ajánlanám-e, 6 hónapja van a birtokunkban ez a készülék, januárba vettük, most június van. 6 hónapon keresztül ez volt a lakásban a fő porszívó, tehát nem használtunk mellette másik hagyományos porszívót, így el tudom nektek mondani, hogy mi a jó benne és mi a rossz. Ugye először nézzük meg a felépítését a porszívónak. Ugye ez egy bot porszívó kábel nélküli, ebben a részében van az akkumulátor, itt fön található gét gomb, az egyikkel bekapcsoljátok, a másikkal pedig sebességi fokozatot tudtok állítani. Lejjebb jöve itt található a morzsa porszívó, mely egy mozdulattal eltávolítható a bot porszívó részéből. Ugye ennek a porszívónak van még egy ilyen dokkoló része, ami be van dugva egy sarokba, és oda csak be kell állítani, és egyből tölt. A morzsaborszívó része meglehetősen nehéz, nagyon nagy akkumulátor van benne, itt pedig a motor. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez a porszívó az egyik legkönnyebb a vetétásai között. Miért? Ugye a Dyson az valamivel jobban szív, viszont a Dysonnál botporszívó üzemmódban is a teljes súlya a porszívónak itt van fönn a kezetekbe, és azt emelgetni, tartani kell. Míg itt a QX9-esnek a váza, a bot része rendkívül könnyű, viszont viszont a súly az, az alsó egyharmadában van a porszívónak, tehát miközben normálisan porszt szívtok, akkor itt fönt a kezetekbe rendkívül kevés súlyt kell tartanatok, hisz a súly az lent van a porszívó alján. Ugye arról nem beszéltem, hogy mindenképpen javaslom nektek, hogyha ilyen bot porszívó vagy morzsó porszívót szeretnétek vásárolni a jövőben, akkor menjetek el egy Saturnba, vagy egy MediaMarktba, ahol ki tudjátok próbálni ezeket a porszívókat, általában vannak ott a porszívó osztályon különböző padló, felületek, szőnyeg, kő, egyebek imitálva, és van náluk mindig mennyiség, kellő mennyiségű por egy külön tartályba, vagy valamelyik porszívóban, amit ki tudtok önteni, és megpróbálhatok fölporszívózni, Javaslom, hogy tapossátok meg a port, mert úgy lesz igazán életszerű a teszt. És nézzétek meg, hogy nektek mi tetszik a legjobban. Vannak többféle kivitele, akár ennek a QX9-nek, ugye ez egy QX9 kötőjel, egy kötőjel anim, tehát állattartóknak gondolt gép. Ennek is vannak több fajtái, vannak QX7-es és gyengébb változatai, vannak a Dysonok és rengeteg egyéb gyártó, vannak olyan készülékek például, akik egyből fölmosni is tudnak, vagy mint egy vizes, ö, száraz porszívó, a szőnyegből a ö, vegyszerrel a piszkot ki tudjátok vele porszívózni. Egy ilyen gépet mi még szeretnénk beszerezni egyszer, de hát... Ö, majd meglátjuk, hogy mikor kerül erre szó sor. Mi azért választhatjuk ezt a gépet, mert, mint mondtam, a tömege alul van, és meglehetősen nagy szívóképessége van, a Dysonéval vetekszik, és ez egy anim gép, ami azt jelenti, hogy van hozzá még egy ilyen elektromos feltét, hogyha kiveszitek, a morzsaporszívó részét, akkor ezt az elektromos kefe rá lehet dugni az elejére, és ha elindítjátok a morzsaporszívót, akkor ez a kefe itt elől forog, amivel a bútorokról a különböző szennyeződéseket könnyebben lehet felszívni. Nem tudom, hogy mennyire jön át így mikrofon keresztül a hangja, de lényegesen halkabb, mint egy hagyományos porszívó, vagy akár bármelyik a mondom, mondom média Márkba vagy szatunba található vetétársa. Milyen kiegészítői jönnek még a gépnek? Ehhez az anim készülékhez van még egy ilyen statikus kefe, amivel szintén bútorból vagy közvetlen a kutyáról nem tudom lehet le kefélni a szört. Van neki még egy ilyen pice, pici kis kefe része, ami szintén, hogy is van, ide dugható be, illetve az első hátránya a gépnek, hogy ez a réshez való porszívó feltét, ez itt hátul van Rendeltetés szerűen tárolva. Nekem ez nem szokott gondot okozni, de a feleségem az mindig, amikor hozzányúl, lelöki a porszívóról ezt a dolgot, és akkor mindig valahova elteszi, aztán lehet nekiállni keresgetni, hogyha esetleg én szeretném használni. Tovább megyünk a porszívó vége fele, akkor ugye van egy ilyen forgó kefe része, illetve itt elő ledek vannak, amik nagyon jól megvilágítják a terepet a porszívó előtt, és nagyon jól látni az árnyékukon a különböző port szemetet, tehát ez egy nagyon jó dolog, illetve ezen a részen van itt még egy gomb, ami rá lehet lépni, ilyenkor ezt a kefét visszafele kezdje el forgatni, illetve van benne egy racsni, elkezdi rázni, hogy a szennyeződés a keféből kirázódjon. Természetesen ilyenkor lesz körül a porszív alatt megint egy kupat szemét, de azt azonnal föl lehet szívni. És ha már elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen hátrányai vannak ennek a porszívónak, mert hát sajnos nem tökéletes. Az egyik hátránya az, hogy ugyan a többi porszívó gyártó ilyen bot, vagy aktus porszívó gyártó, mindenki azt mondja az ő porszívójával 15-20 percet lehet porszívózni, és az AEG a QX9-re azt mondja, hogy akár 40-45 percet is tudsz vele porszívózni. Nem, nem tudsz. Ellenben, hogyha hármas, tehát legnagyobb fokozatban porszívózol, akkor ez az idő csak 15 perc. Na nem azért, mert lemerült az akkumulátor, hanem mert a porszívó a nagy teljesítmény miatt túlmelegszik, és egyszerűen leáll, várhatok egy órát, másfél órát, mire lehűl és újra engedi magát bekapcsolni. Mondom még egyszer, ez csak a legnagyobb, legmagasabb fokozatnál fordul elő, hogyha 1-2-es fokozatban porszívóztok, akkor tényleg elérhető akár fél órányi porciózás idő is. A következő hátránya a készüléknek az az, hogy ahányszor lerakjátok, akkor mindig maga alá porol. Ez azért van, mert ha kiveszük a tartályt, akkor jobban látható, hogy itt van egy gumi lap, ami azt hivatott, hogy megakadályozza a port kihúlni a gépből. Na már most ez a gubilap nem zár teljesen jól, ugye ez így van mindig a gépben, ahányszor lerakod, egy pici szemét mindig kiesik belőle, főleg, hogyha nagyobb darabos szemét van, és nem tudta egészen fölszívni. A tartálynál, ha már, tartálynál, ha már tartunk, akkor nagyon egyszerűen takarítható, ki lehet húzni ezt a részt belőle, ezt a részt minden további nélkül víz alatt lehet takarítani, illetve ebből a részéből pedig ennek a kalantyúnak a meghúzásával ki kell venni a hepa szűrőt. Látható, hogy 6 hónapja minden nap ezt használjuk, elég hamar el eltömődik, de könnyű kitakarítani. Ki kell venni belőle a hepa szűrőt, és akkor ez is víz alatt takarítható. Összerakni szintén teljesen egyszerű, egyféleképpen megy össze. Kész. Akkor beszéljünk arról, hogy mire jó. Lakástakarításra, szőnyeg, főkép kemény padló felületek takarítására teljesen jó. Majdnem olyan jó szív, mint egy hagyományos porszívó, de mégis sokkal-sokkal könnyebb ezzel porszívózni, hisz még egy hagyományos porszívóval rángatod magad után az egész porszívót ugye a csőnél fogva, amitől természetesen a csőtől is tönkre is fog menni. Macera, ugye valahonnan elő kell venni a készüléket, össze kell dugni a csöveket, meg a bot részét, be kell dugni a kettőhúzba, hogyha egyik szobából a másikba mész, akkor kihúzod, átmész, bedugod, macera. Ez akkumulátoros, egy ilyen 90 négyzetméteres lakás, mint amivel mi lakunk, én 12 perc alatt fölporszívózok, tehát én tudok vele porszívózni teljes üm, sebességgel. A feleségemnek kell hozzá 20 perc, úgyhogy ő szokott panaszkodni, hogy fölmelegszik és leáll 15 perc múlva körülbelül. Persze függ a külső hőmérséklet, tősen be van fűtve a lakásba, akkor hamarabb melegszik föl. Autót porszívózni ne próbáljátok meg vele. Nem jó. Elmondok nektek egy sztorit pár évvel ezelőtt Ausztriában voltam, ugye én akkoriban még mindig úton voltam, és az ügyfél fölhívott, hogy el tudnám-e hozni a repülőtérről, mert én is ott vagyok a városba, és ő nem sokára leszáll. Hát rohadt nagy pánikba estem, hogy basszus, most mit csinálok, mert tiszta reteg az autó. Ezért az ottani szatunkban bementem, és vettem ezt a Severin s Power Home and Car Lithium 20 nevű porszívót 28 euróért. Ez a porszívó ezerszer jobb autóporszívózása. Úgy, hogy van benne akkumulátor, viszont ennek van olyan csatlakozója, hogy be tudod még dugni a szivargyújtóba, hogyha esetleg legyengülne a, az akkumulátora. Nem tudom, mennyire látszik, de ennek ez a gumilap, ez ilyen magason van, tehát ennyi hely van, ahol a por tud gyűlni, és nem potyog ki belőle a szemét, miközben használod, míg a 450 eurós AEG QX9-ből kipotyog a szemét, miközben használod, ahányszor leteszed, mindig egy kis szemét kipotyog belőle. Na, ezt a porszívót nem lakástakarításra, de autótakarításra boldogan ajánlom bárkinek, még egyszer Severin S. Power Home and Car LI20, tökéletes készülék, nyilván, hogyha télen kinhagyod ezt is az autóban, akkor a hidegtől lemerül az aksi, de bedugod, föltöltöd és újra működik. Ha kérdezitek, hogy miért nem jó a QX9 autótakarítása baromi hosszú, tehát hogyha összehasonlítod a hosszát a Severinel látod, hogy egy jó, majdnem 20 centivel hosszabb, és akkor még azt mondod, hogy megpróbálsz okos lenni, rádugod ezt, még egyszer, hasonlítsuk össze, duplája olyan hosszú, vagy rádugod a motoros kis keferészt, akkor is majdnem, hogy a duplája, de legalább másfélszer olyan hosszú mint a Severin. Ugye hol számít ez? Például, amikor a hátsó ülésnél nem fér be az ülés, és a, tehát a két ülés közé nem tudsz benne forogni. Elől, hogyha az első ülés alatt akarsz porszívózni, ez a rész már fölütközik a kormány részen. Vastag is, tehát nehéz belebefurakolni kisebb helyekre. Jól szív, de nem alkalmas igazán autótakarítása a mérete miatt. Mint ahogy mondtam, ez a porszívó 450 euróba került, amikor mi megvettük, most már lehet, hogy 3,80-ért meg lehet venni. Hogy megvenném -e ezt a porszívót még egyszer? Igen, megvenném. Azért, mert sokkal könnyebb bele a lakást takarítani, még akkor is, hogyha oda kell figyelni, hogy mennyire melegszik, akkor is, hogy oda kell figyelni, hogy hogy teszed le, hogy ne poroljon saját maga alá. Ez egy nagyon jó kis készülék, és igazán tudom ajánlani, most az, hogy az állatoknak valót, vagy az állattartóknak valót, vagy nem az állattartóknak való verzióját, az mindenki maga döntse el, halkabb, mint egy hagyományos készülék, halkabb, mint a többi botporszívó, csak mondjuk autót nem kell vele takarítani. Még egy nagyon fontos dolog, hogyha elmentek a MediaMarktba és a Saturnba, és kipróbáljátok a porszívókat, kérlek titeket, hogy ott is vásároljátok meg. Hatalmas érvágás ez az üzlet üzemeltetőknek, hogy vannak emberek, akik elmennek, kipróbálják, összehasonlítják, utána pedig megrendelik interneten. A Saturnnak például vannak ebay oldalai, ahol sokkal olcsóbban meg lehet venni ugyanezeket a készülékeket és bármit, amit a Saturn készít, kínál, mint mint a boltba. Tehát legalább a Saturn weboldalán vegyétek meg, könyörgöm, ha már egyszer elmentek például a Saturnhoz, és kipróbáljátok, összehasonlítjátok ezeket a készülékeket. Hogy nektek ajánlom-e? Mm, igen, ezt mindenképp a Severin készülékét mindenképpen ajánlom 28 euróért. Ezt 450 euróért drága, de igazából hosszú távon megéri. Úgyhogy ennyi volt ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, like nyomjátok meg a feliratkozó gombot, meg a kis harangot, és mindenképpen osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, hogy ők is információt szerezhessenek az AEG QX9 kötőjel, egy kötőjel, Anim típusú porszívójáról találkozunk legközelebb is, sziasztok!